Sziasztok, csodálatos barátaim! Engedjétek meg, hogy bemutassam két hasonlóan csodálatos barátomat. Lodit és Bodit. Ó, Péntek úr! Megtennéd, hogy mesélsz nekünk valami elbájolót ezen a tündökletes napon? Nem tudom, Bodi. Most foglak titeket bemutatni a gyerekeknek. Nem kell bemutatás. Mese kell. Legyen benne vonat. És akkor a gyerekekkel mi lesz? Péntek úr, esd be, kérlek, mesélj nekünk. És légy szíves, legyen vonat. Rendben. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy vonat. Teher vagy személy? Melyik legyen? Személy. Volt egyszer egy személy vonat. Ganz dízelmozdonnyal. De honnét jött, s merre tartott? Ezer rejtelem. Nem rejtelem. Csak meg kell nézni a menetrendet. És eme vonaton, mely sejtelmesen suhant a titkok sínein, ült egy szépséges, szomorú király kisasszony. Már miért lenne szomorú, amikor egy ilyen vonaton utazik? Mert most mondott búcsút igazi szerelmének, akit az állomáson hagyott. De szerencsére a szerelme még pont elkapta a 15-40-es csatlakozást. De a mozdony útját állja a gonosz don, aki el akarja választani egymástól a szerelmeseket. Ez elég rossz ötlet. El fogja ütni a vonat. De a don félreugrik a vonat útjából, és azt kiáltja a király kisasszonynak ádászul. Szerettél te engem egyáltalán?